Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Már is megmutatjuk a tartalmat. Kecskeméten járt Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, aki a tevékeny építkezésre buzdított minden politikai szereplőt. Letették az új Hunyadi Városi Közösségi Ház alapkövét ma délután. Vadonatúj hinták várják a legkisebbeket a Széchenyi városi sétányon lévő játszótérre. A megyeházán járt Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, hogy találkozzon a párt által támogatott Bács-Kiskun megyei polgármester jelöltekkel. A megbeszélés résztvevőivel a kampány aktuális kérdéseit és az azt követő időszak teendőit beszélték át. Ahogy a kampányfőnök fogalmazott, az a céljuk, hogy Bács-Kiskunban is építsenek, szépítsenek a kormánnyal összefogva. Néhány nappal ezelőtt lezárult a 2019-es önkormányzati választás jelöltállítási procedúrája. Ma pedig Kecskemétre látogatott Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke, hogy találkozzon Bács-Kiskun fideszes polgármester jelöltjeivel, és a kampányról, valamint a választást követő teendőkről beszéljenek. A megbeszélés előtt az újságírókkal is megosztotta a kampány eddigi tapasztalatait. Mint az elhangzott, a kormánypártoknak az volt a célkitűzése, hogy az ország népességének 4/5 olyan településen lakjon, ahol lehet a párt szövetség által támogatott polgármesterjelöltre szavazni. Elmondhatjuk, hogy Bács-Kiskun is azon megyék közé tartozik, ahol elértük a célkitűzésünket, a megye népességének 4/5 olyan helyen lakik, ahol indul Fidesz-KDNP polgármester jelölt. Bács-Kiskun 119 településéből 59-en van jelöltje vagy támogatott független indulója a Fidesz-KDNP-nek. De nem csak a megye, hanem az egész ország területén sikerről számolt be Kósa Lajos. Mindent összevetve 8 millióan élnek olyan településen, ahol lehet fideszes jelöltekre szavazni. Az a célunk, hogy Bács-Kiskunban is építsünk, szépítsünk, fejleszünk a kormánnyal összefogva. Az ellenzék célja az, hogy háborúzzon a kormánnyal, ők azt mondják, hogy szavazatok ránk, mert akkor megdöntjük Orbán Viktor rendszerét. Lehet ezt csinálni, csak mindenkinek tudni kell, hogy a gyűlöletből, a harcból, az ellenségességből nem lehet építkezni. A sajtótájékoztatón Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, a megyében megvalósuló fejlesztésekről beszélt. Az elmúlt években kezdetben 63 milliárd forintról, majd később 70 milliárd forint felhasználásról döntött a megyei közgyűlés a megye határokon belül. Ezek a fejlesztések megvalósulása esetén több mint 500 projektként újul meg a megye. Mint azt kifejtette, ez 500 helyen vadonatúj és felújított építményeket, bölcsődéket, óvodákat, kerékpárutakat, ipari parkokat, iparterületeket, csapadékvíz csatornákat, turisztikai fejlesztéseket jelent. Szemerei Néphataki Klaudia Kecskemét polgármestere pedig városunk eredményeiről számolt be. Kecskemét ugye a legdinamikusabban fejlődő vidéki város. Az elmúlt 5 évben ezt láthatjuk, hogy felzárkózott Debrecen és Győr után. A polgármester hozzátette, hogy Kecskemét ipari és gazdasági tekintetben jelentős arányt képvisel a hazai GDP termelésben. Ezzel együtt pedig nem csak a várost, de a megyét is sikerül továbbfejleszteni. Letették a Hunyadi Városi Közösségi Ház alapkövét ma délután. A rendezvény előtt Pászti András, a terület önkormányzati képviselője adott interjút a Kecskeméti Televíziónak. Mérföldkőhöz érkezett Hunyadi város, bővítik a már álló közösségi házat, és itt van mellettem Pászti András, a terület önkormányzati képviselője, üdvözlöm. Mit kell tudni erről az új projektről, erről a bővítésről? Üdvözlöm a kedves nézőket. Egy nagy dolog kezdődik. Ugye Kecskeméten, Hunyadi városban nagyon sok közösség van, és van olyan közösség, amely kinőtt már mindenféle helyet, termet és egyebeket. Ilyen például a Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub, ami 200 fő fölötti. De van Babamama klub, vannak polgárőrök, van egy Akiért a déli harang szól a Hunyadi városban egyesület, de ugye itt működik a Hunyadi Városi Tanácsadó Testület is már lassan 20 éve. Ez ugye a régi részünk kormányzatok voltak, tehát vannak olyan közösségeink, akik igenis igénylik azt, hogy nekik legyen nagyobb terük. És ez a tér, ez úgy tűnik, hogy a következő évben meg fog tudni valósulni, mert az CLLD projektben
a CLD projekt, a Kecskeméti projekt nyert, és úgy néz ki, hogy a Széchenyi Város és a Hunyadi Városi közösségi tereket fogjuk tudni bővíteni. Ezt az új épületet ide fogják akkor az új, a régi mellé felépíteni? Igen, a tervezője elkészítette a terveket, úgyhogy a mai nap meg fogjuk nézni a megnyitón itt a terveket is. Gyönyörűen megoldott ezt a feladatot, és ahol állunk pont, ide lesz felépítve egy 100 négyzetméteres épület, amelyben gyakorlatilag a sok ember is el fog tudni egyszerre férni. Pásztyi Andrásnak köszönöm szépen az új közösségi épületet, pedig ha minden jól megy, akkor jövőre kezdik majd felépíteni. Az időjárás előrejelzésekre, valamint a jelentős éjszakai lehűlésekre való tekintettel szeptember 20-án elindította a távfűtést a Termosztár Kft. A társaság szeptember 15-ére befejezte tervezett karbantartásokat, és azóta készen állt arra, hogy szükség esetén ismét melegek lehessenek a radiátorok a távfűtéses otthonokban. Kecskeméten közel 12 000 háztartásban, illetve a távhőhálózathoz tartozó intézményben kezdődött meg a fűtés, áll a szolgáltató mai közleményében. A részletekkel kapcsolatban keresse online hírportálunkat, a híres.hu-t. Vadonatúj hinták várják a legkisebbeket a Széchenyi sétányon lévő játszótéren, melyet minden évben valamilyen módon megújítanak, bővítenek. Ma délelőtt átadott játszóeszközt a Termosztár Kft. Adományaként telepítették a térre. Nem sokáig állt üresen a hinta a Széchenyi sétányon lévő játszótéren, hiszen a kicsik azonnal birtokba vették a legújabb eszközöket. A környéken nagy számban élnek kisgyermekes családok, akik jelezték, hogy örömmel vennék, ha a legkisebbek számára is biztonságosan használható eszközzel bővülne a játszótér. A játszóeszközök zöme eddig inkább a nagyobbak ügyességét tette próbára. Egyeztettünk az itt lévő intézményekkel, a bölcsődével és az óvodával, és hát ők is megerősítettek ebben bennünket, hogy fontos lenne itt egy kisgyermekek számára alkalmas hinta, és mi ezt követőleg ugye a Termosztár Kft.-vel felvettük a kapcsolatot. A távhőszolgáltatással foglalkozó cég családbarát munkahelyként fontosnak tartja az olyan ötletek megvalósítását, melyek hozzájárulnak a kisgyermekes családok életének kényelmesebbé, biztonságosabb átételéhez. A Termosztár Kft.-nél is 6-8 anyuka van most kisgyerekkel, és különösen fontos, hogy az ő igényeiket is valamilyen módon segítsük. A másik különleges érdekessége ennek, hogy a bölcsöde előtt került ez megvalósításra, távhővel működik ez a bölcsi, így azért össze is kapcsolódik a szolgáltatásunk ezzel a beruházással. A Széchenyi sétányon lévő fürkész játszóteret tavaly közösen újította fel a Késcsoport és Kecskemét önkormányzata. A Termosztár Kft. Által felajánlott 500 000 forintos adománynak köszönhetően most már a bölcsöde előtti részen is korszerű és biztonságos játszóeszköz várja a kicsiket. Lángokban állt egy társasházi lakás ma délelőtt a Vízmű utcában. Az első emeleti ingatlanban munkavégzés közben ütött ki a tűz. Egy szomszéd elmondása szerint a lakástulajdonosok éppen egy felújítás közepén voltak, amikor a gázszerelő feltehetően belevágott az egyik csőbe. A lángok a konyhában csaptak fel, ahol a berendezési tárgyak égtek, a lakás többi része csak füsttel telítődött. Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik rövid időn belül eloltották a lángokat, majd elvégezték az utómunkálatokat. A lakásban ketten tartózkodtak, egyikőjük könnyebben megsérült. Teljes útzár lesz Kecskemét belvárosában több helyszínen is vasárnap. Az útlezárásokra azért van szükség, mert szeptember 22-én rendezik meg az Európai Autómentes Napot, amelyhez számos kerékpáros verseny és esemény kapcsolódik. Kecskeméten szeptember 22-én rendezik meg az Európai Autómentes Nap programjait az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat alkalmából. Ehhez kapcsolódóan idén is útlezárások lesznek a belvárosban. Reggel 6 és délután 6 óra között a belváros több szakaszán teljes útzár lesz érvényben.
Ez többek között érinteni fogja a Deák Ferenc tér Alföld áruház felőli oldalát, az Arany János utcát, a Lestár teret és a Kossuth téren lévő Lordok ház előtti parkolókat, illetve a Dobókörút városközpont felőli oldalát. Szintén ebben az időszakban a kerékpáros versenyútvonalán is lezárásokra kell számítani. Délután 4 és 5 óra között a biciklis felvonulás miatt a Kossuth teret, a Kápolna utcát, az Irinyi utat és a Március 15-e utcát is érinteni fogják a lezárások. Elkezdődött csütörtökön a 29. kecskeméti népzenei találkozó. Moldvai és mezőségi táncokkal is várják a népzene szerelmeseit. 4 nap alatt koncertek, táncbemutatók, prímás verseny és találkozó, kiállítások, hagyományőrző gálaműsorok, táncház és több más színvonalas program várja az érdeklődőket. A 29. kecskeméti népzenei találkozó kezdődött el csütörtökön. 4 napra hatalmas népzenei fesztivállá válik Kecskemét, vendégül látva számos népzenészt és énekesmestereiket, a Kárpát-medence több tájegységéről is. Az esemény célja a kodályi örökség és szellemiség megőrzése. A találkozót Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke nyitotta meg csütörtökön este a Híres Agórában. A kecskeméti népzenei találkozó a maga nemében egyedülálló, hagyományőrző rendezvénysorozat, híre és vonzereje már régen túlnőtt a város határain. Olyan népzenei fesztivál, amelyre odafigyelnek az egész Kárpát-medencében, sőt, még azon túl is. Népművészek nemez kiállítása, valamint Csík János és a Mezzo Együttes műsora nyitotta meg a programot. Ezeken kívül több koncert, táncbemutatók is várják a vendégeket. Bak Lajos, a Híres Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, elsődleges céljuk a magyar népzene, a magyar népművészet, a néptánc hagyományainak ápolása, feltárása, kutatása és átadása a fiataloknak. Az ügyvezető igazgató elmondta, rendeznek prímás találkozót, 7. alkalommal prímás versenyt. Ennek fődíja egy mesterhegedű. Vasárnap este fellép a Duna Művész Együttes is, az autentikus előadás mellett a produkció mai szellemiségben modern színpadi eszközöket felhasználva hozza közel a néptáncot és népzenét a közönséghez. Az előadást bolgár, török, görög és román táncok alkotják. A mai estét pedig egy hagyományőrző gálaműsor koronázza meg. Jelmezes fotózással, interaktív hangszerbemutatóval, játéksarokkal és bérletvásárlási akcióval is készül a Kecskeméti Katona József Színház a szombati színházak éjszakájára. A teátrum az idei évad előadásaiból is ízelítőt nyújt majd a színház szerelmeseinek. A programokról kollégánk Molnár H. Boglárka számol be. Kecskeméten a színházak éjszakáján nagyon izgalmas programokkal készültek a szervezők. A Katona József Színház idei szlogenje, társasjáték, együtt hozzuk létre a csodát. Ebben a szellemben szervezték meg a rendezvénysorozatot is. A Teátrum a Magyar Dráma napján idén a Kelemen László Kamara Színházba szervezte az eseményeket este 7 óráig. A gyermekek kiszínezhetik az Aladdin című produkció jelmezeit, Merc Fruzsina színésznő segítségével pedig Jázmin hercegnővé válhatnak a kislányok, de lehetőség lesz jelmezes fotózásra is. Urbán Richárd egyetemi hallgató pedig társasjátékokkal várja a családok minden tagját. A színházterembe induló csoportokat Hegedű Zoltán és Aradi Imre színművészek vezetik, hogy ízelítőt adjanak az évad előadásaiból. Aki tehát részese szeretne lenni egy óriási játéknak, valamint el szeretne utazni az 1001 éjszaka világába, annak mindenképpen itt a helye Kecskeméten. Gilli Tamás Kecskeméten született fiatal szobrászművésznek nyílt kiállítása ma délután a Kecskeméti Kortárs Képzőművészeti Műhelyek Kápolna galériájában. Gilli Tamás már ifjúkora óta tudatosan készült a szobrászi pályára. A Kandó Kálmán szakközépiskola művészeti tagozatán Lakatos Pál Sándor Munkácsi díjas szobrászművész volt a tanára. Tőle egy ízig-vérig mai szobrászati kifejezésmódot sajátított el. A Képzőművészeti Egyetem szobrászszakán Farkas Ádám, Karmó Zoltán és Gálhidi Péter a hazai szobrászat kiválóságai voltak a tanárai. Egyaránt dolgozott kőből, fából, alumíniumból, de kedvenc szobrászati alapanyagának a vaslemez tekinti. Diplomája készhez vételét követően nem köteleződött el galériákhoz. Szabadúszóként építi művészetét, szintén szobrász feleségével, Gergely Rékával közösen. Az utóbbi években behatóan megismerkedett a bronzzal.
jelenlegi kecskeméti kiállításán vas és bronzszobrain túl kerámia szobrokat is bemutat, és számos japán hatást mutató grafikai lapot is a közönség elé tárt október 9-éig látogatható kiállításán. Újabb nyitott estre várta az érdeklődőket a Rotary Klub Kecskemét. A közösség vendége Kőváriné dr. Barta Ágnes, a Magyar Dán Kulturális Egyesület titkára, a Városi Civil Kerekasztal jelenlegi elnöke volt. Kőváriné dr. Barta Ágnes a kerekasztal megalakulásáról és a civil csoport speciális helyzetéről mesélt a jelenlévőknek a három gónál Rotary termében. Elmondta, hogy a kerekasztalnak már a szervezeti és működési szabályzata is rendhagyó, mivel a kerekasztal nem jogi személy, egyesület vagy formális szervezet, hanem leginkább egy polgárjogi társasághoz hasonlít. Előre elhatározott működési rendje van, de nincs kasszája. Ha valamire pénzt szeretnének, akkor a tagoktól kell összegyűjteniük, amit aztán sok önkéntes munkával kell kiegészíteni. A bevezető kis előadást követően Én a civil című beszélgetésre került sor. Megye 2-es labdarúgóink első hazai meccsüket játsszák a hétvégén. Férfi kosarasaink, valamint NB3-as és megye 2-es labdarúgóink és női kézilabda csapatunk is idegenben lépnek pályára. Sportajánlón következik. A KTL Duna Aszfalt szerdán idegenben a Szolnok ellen játszott edzőmeccset, amely vereséggel végződött. Szombaton utolsó felkészülési mérkőzését játssza a KTL. Idegenben a Kaposvári klub ellen lépnek pályára a Lilafehérek 18 órakor. A bajnokság jövő héten kezdődik. Az első fordulóban az atomerőmű Essel lesz az ellenfelünk. Hétvégén játssza első hazai bajnokiát az SC Hírösép is. A megye 2-es bajnokságban már 4 forduló lement, csapatunk 2 győzelemmel és 2 döntetlennel a második helyen áll a tabellán. A keleti csoport 5. fordulójában a Kiskunfélegyházi HTK második csapata lesz a Kecskemét ellenfele. Vendégeink 3 mérkőzést játszottak le, ebből 2 meccs döntetlennel, 1 vereséggel zárult, így a 11. helyen állnak jelenleg. A vasárnapi mérkőzés 16 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban. Hétvégén szünetelnek az NB-s bajnokságok, ugyanis a Magyar Kupa országos főtáblájának első körét rendezik országszerte. A KTE Hubau alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott. A 6. fordulóban idegenben a Tar András Hida SC ellen lép pályára. A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik. Ezzel egy időben megye 1-es csapatunk is kupamérkőzésen szerepel idegenben. A kecskeméti LC a balatoni vasas SC csapatához látogat. Múlt héten hazai pályán kezdte meg a bajnokságot a kecskeméti NKS-e, ahol 2 gólos vereséget szenvedett a Balmasztól. A női kézilabda NBIB keleti csoport 2. fordulójában idegenben lép pályára a KNKS-e. Ellenfele a Kispest NKK lesz, mely egy döntetlennel a 6. helyen áll. A meccs szombaton 6 órakor lesz. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Kecskeméten járt Kósa Lajos a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, aki a tevékeny építkezésre buzdított minden politikai szereplőt. Letették az új Hunyadi Városi Közösségi Ház alapkövét ma délután. Vadonatúj hinták várják a legkisebbeket a Széchenyi Városi Sétányon lévő játszótérre. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinműsorunkkal folytatjuk. Mai vendégeinkkel Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel és Sáfár Tamással, a Szeleshád Birtok Kecskeméti ES elnökével az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap kapcsán Kecskemét kerékpáros életéről beszélgetünk majd. Ezt követően tehetséges diákokat mutatunk be önöknek, akik egészen a filmszerkesztéstől a népzenéig minden területen megállják a helyüket. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket ma 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg.
a kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton kezdetben keleten, északkeleten lehet felhősebb az ég, de napközben már mindenhol a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, az Alpok alján megélénkülhet a déli szél, a hideg reggelt követően napközben 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap országszerte napos csapadékmentes időre számíthatunk. Nyugaton északnyugaton megélénkül, helyenként megerősödik a déli délkeleti szél. Pár fokkal enyhébb lesz a hajnal, délután pedig 19-24 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőre délnyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és délután ezzel együtt egy csapadékmező érkezhet. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Napközben a kissé szeles időben 18-25 fok valószínű. Évvel ezelőtt, 1929. szeptemberében fogadta először a kecskeméti kisiskolásokat a Halasi úti iskola. Megépítése Klebersberg Kunó kultuszminiszter nagy jelentőségű kezdeményezésének köszönhető. Az ő tevékenységének eredményeképpen 1926-tól folyamatosan épültek az Alföldön a népiskolák. A Halasi úti épületben is két tanterem, egy kis szertár és egy nevelői lakás kapott helyet. Rendőrfalu, az Oncsatelep és a téglagyári lakosok mellett Törökfáji és Alsó-Széktó puszták közel lakó gyermekei népesítették be az iskolát. Kezdetben csak az elemi iskola 6 osztálya működött, mintegy 80-100 közötti tanulóval. Az első tanítók Tóth Géza és felesége Herz Margit voltak. Ők fogadták az első tanulókat, ők adtak irányt az itt folyó nevelő-oktató munkának. Nem csak a gyerekekkel, de a szülőkkel is törődtek. Igazi néptanítók voltak a szó legszebb értelmében. Az iskola 1997-ben Damjanics János honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, az Aradon kivégzett 13 vértanú egyike nevét vette fel. Jó estét kívánok, kedves nézőnk! Hírórákat kiemelő című magazinműsorunkkal folytatjuk. Mai vendégeinkkel, Szeberény Gyula Tamás alpolgármesterrel és Sáfár Tamással, a Szelesház Birtok Kecskeméti ES elnökével az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap kapcsán Kecskemét kerékpáros életéről beszélgetünk majd. Ezt követően tehetséges diákokat mutatunk be önöknek, akik egészen a filmszerkesztéstől a népzenéig minden területen megállják a helyüket. Kérem, tartsanak velünk!
Mai vendégeinkkel, Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel és Sáfár Tamással, a Szelesház Birtok Kecskeméti EES elnökével beszélgetek, akiket köszöntök itt a stúdióban, mert hogy majdnem célegyenesbe érkeztünk, ugyanis ez a hét európai mobilitás hét, illetve vasárnap pedig autómentes nap lesz itt Kecskeméten is. Hát az biztos, hogy egyre jobban fejlődik Kecskemét kerékpáros útjának hálózata, hol tudjuk a legfontosabb részeket kiemelni, és mi vár még ránk ezzel kapcsolatban? Hát talán a legaktuálisabb a hetényegyházi kerékpárút, amit már nagyon régen várnak a hetényegyháziak, illetve az arra kerékpározók, hiszen már nagyon rossz állapotban volt. Valóban nagyon sok problémát jelentett, nagyon sokan éppen ezért nem használták a kerékpárjukat. Néhány nap is elkészül ez az útvonal is, és akkor hetényegyházáról már kerékpárral is meg lehet közelíteni a kecskeméti városközpontot. Illetve a Széchenyi városban is nem olyan régen épült kerékpárút a Budai út mentén, ami a Budai hegy, illetve a Mária hegy környékén élőket segíti azzal, hogy kerékpárral be tudjanak jönni a városba. Illetve van két csomópont fejlesztés, két körforgalom. Az egyik az Arborétumnál, a másik a Bem utca, Kuruc körút találkozásánál, ahol szintén kerékpáros áthaladást segítő eszközök is ültek, tehát a kerékpáros barát körforgalomról beszélünk. Talán ezek a legfontosabb fejlesztések. Azt megkérdezhetem-e, hogy alpolgármester úrtól, hogy az Arborétum körforgalma az mikor lesz kész körülbelül? Hozzávetőlegesen? Hát hozzávetőlegesen néhány hét múlva ezt át tudjuk adni. Tehát térdelő rajtba lehetnek akkor a kerékpárosok? Igen. Ja. A következő kérdésem az lenne, hogy hát ugye nagyon sok autós van. Több autós, mint amit igazából elbír Kecskemét úthálózata. Hogyan és mi módon lehetne azt elérni, hogy egy kicsit föllélegezzen a közlekedés? Lehet, hogy épp a kerékpár, mint sport az, ami népszerűsítené mindezt, hogy sokan gyerekbe pattanjanak? Hát én úgy gondolom, hogy hiszek ebben, hogy a kerékpározás egy kitörési pont lehet ebben a helyzetben, amiben csak ugyan már benne van a város, és nyilván ez nem fog enyhülni magától, tehát erre megoldásokat kell találni. Nyilván az infrastruktúra fejlesztése az nagyon jó, különben hozzáfűzném, még kiegészítésként tapasztalatban mondom, a Csalánosi erdő mellett ugye készlett, és már át is vették a biciklisek, és rendszeresen látok ott kerékpárosokat, illetve találkozok kerékpárosokkal, ugye az is nagyon rossz állapotban, most tökéletes állapotú lett. A kerékpározás akár a közlekedési eszközként, akár sporteszközként nagyon-nagyon jó lehet erre a cél, hogy Kecskemétre ez a nyomás ne kerüljön. Egyébként Kecskemét milyen adottságokkal rendelkezik? Jó potenciál egy kerékpáros számára? Tehát még további útfejlesztésekre számíthatnak? Igen. Mert mondjuk nincs hegyük, ugye? Nincsenek nagy szintkülönbségek, nyilván ez megkönnyíti a kerékpározást, és feltett szándékunk, hogy a hiányzó szakaszokat megépítsük, hogy tulajdonképpen mindenhol biztonságosan kerékpárral el lehessen jutni. Nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy azért nem mennek kerékpárral, mert még nem elég biztonságos a kerékpáros közlekedés. Én azért azt gondolom, hogy emellett a szemléletnek is változni kell, tehát... Hát meg a közlekedési morálnak, tehát azért ez sem egy utolsó dolog, ugye? Igen, de nem csak az autósoknak, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is. Igen, hát toleránsaknak kell lenni, megfigyelni egymásra. Ez elengedhetetlen. Miért fontos az Európai Mobilitási Hét, illetve az autómentes nap? Hát ugye a mobilitási hét ugye már talán az egyik legnagyobb kampánya Európának. A számos ország becsatlakozott, és Magyarország is egyre több város. Ugye Kecskemét már évek óta szerepel ebben a programban. Hát körülbelül összefoglaltuk a legelején, tehát a kerékpározás vagy a gyaloglás, illetve az alternatív közlekedési eszközöknek a népszerűsítéséről szól, és hát erre nagyon-nagyon sok mindent föl lehet fűzni és föl kell. Ilyen például a fenntartható fejlődés, egy élhető város és a környezetvédelem, ugye ezek mind olyan nyomógombok vagy olyan szavak, amik mostanában nagyon
sokat elhangoznak különböző fórumokon. Én azt gondolom, hogy Kecskemét nagyon jó irányba tart ebből a szempontból. Hát meg abból a szempontból is, hogy egyre több kerékpárversenyt rendeznek itt Kecskeméten. Minek köszönhető mindez? Előbben a jó reklámnak egyébként? Előben beszéltünk róla, hogy a Kecskemétnek mik az adottságai. Talán idén is volt egy jelentős kerékpáros verseny, a Tour de Hongrie. Hogyne, mindenki nézte. Az utolsó szakaszának a rajt helyszíne Kecskemét volt, nagyon nagy érdeklődéssel zajlott az a rendezvény. Korábban is volt már Tour de Hongrie rendezvény, akkor is mi is meglepődtünk, hogy ennyire népszerű a kerékpározás, olyan emberek is eljöttek, akik egyébként talán más sportrendezvényre nem jönnek. Egyébként ez a világon mindenhol nagyon népszerű, és televíziós közvetítéseket több 10 millió ember követi, és ez a városnak is nagyon jó város marketing szempontból is. De nem csak a Tour de Hongrie, hanem egyéb kerékpáros versenyek is, de talán erről inkább te beszélj, mert ti szervezitek. Hát igen, ugye vasárnap nekünk a főprodukciónk, a Kecskeméti első sornak, a Kecskeméti két karikás nevű kritériumverseny, ezt ötödszörre rendezzük meg, most egy picit tovább gondoltuk, és a kritériumversenyre jellemzően egy háztöm körüli versenyre kell gondolni, ahol egészen a fiataloktól, egészen a profikon és az amatőrökön keresztül mindenkinek próbálunk programot kínálni. A kritériumverseny azért nagyon jó ebből a szempontból, illetve ebben a kérdéskörben feszegettünk, mert ez egy 900 méteres pálya lesz a város központban, és a nézők pár percenként, vagy apuka, anyuka, nagypapa, bárki, ismerős szomszéd, pár percenként fogja tudni látni az ismerősét, vagy a nagyon látványos versengést. Pár körönként hajrákat mennek a versenyzők, sprinteket, és aki a legtöbb pontot gyűjti, ő fogja megnyerni a versenyt. Évtizedek ezelőtt rendszeresen volt ilyen versenykében a városban. Idősebbek talán ezekre emlékeznek. Nagyon sok fekete-fehér fotó van az archívumban erről. Most próbáljuk ezt a hagyományt ismét feléleszteni. És visszatérve még egy másik kérdésére, azt nagyon-nagyon jó látni, hogy évek óta biciklizünk kint a városban és a városon kívül, hogy évről évre egyre többen biciklizünk, sportolunk, és évről évre egyre több új arcot látok, akik korábban megszoktuk, hogy ismerjük egymást. Most már épp örömmel meséltem, a Boronkai Péterrel jöttünk visszafele most délután, hogy most már nagyon sok olyan embert látok, hogy nem ismerik, és ez nagyon jó. Na most beszéltünk a versenyekről, de egy kicsit azért beszélgessünk részletesebben a túrákról. Tehát itt Kecskeméten is szerveznek kerékpáros túrákat, nagyobb kaliberű kerékpáros túrákat, olyanokat, amin mondjuk hát én is, és bárki részt vehet. Igen, a Kecskeméti Kerékpáros Klubnak minden évben van több programja ezzel kapcsolatban, ami a környéket úgymond térképezi föl, és meglepően sokan indulnak, és ugyanezt a tendencia látható, hogy egyre többen jelentkeznek, és tényleg ez is mutatja azt, hogy azok az emberek, akik felpattannak hétvégén egy ilyen túrára, nekik nagyon nagy százalékuk hétközben is használja a biciklit közlekedési célra, vagy sport, vagy rekreációs célra. Hány kilométeresek ezek a túrák? Tehát mennyire teljesíthetőek? Aki rendszeresen biciklizik, és csak munkába jár, vagy elmegy a boltba vásárolni, simán tudja teljesíteni, beszélgetős tempóban szoktak gurulni a túrázók, és nagyon színes társaság, különböző korosztályból, akár a férfiak és hölgyek egyaránt. Hát akkor beszélgessünk most a vasárnapról. Mit kell erről tudni? Milyen útlezárások lesznek körülbelül időpontban, hogyan készüljünk, mind készüljünk, mikor lesz a legeseménydúsabb ez a nap? Hát a lezárások már 6 órakor pályát építünk, kb. 200 kordont fogunk, illetve szalagokat fogunk körbe hordani, vagy körbe kirakni. A rajtszételet ez a Kecskeméti Katona József Színháznál lesz, egy nagyon jó hátterre lesz a versenynek, mondhatom így. Utána lefele a rendőrségi körforgalom fele halad majd a mezőny, vagy a mezőnyök. Igen, a Batthyány utcán. A Dobó körúton kanyarodik el jobbra, az Alföld áruház előtt vissza, a tűzoltóság és a Városháza között kanyarodik vissza, szintén a Szentháromság szobornál a
tényleg még egyszer mondom, nagyon sok és nagyon sokrétű mezőny, különböző korosztályok és különböző körszámokat kell majd teljesíteniük. Milyen programokkal várják az ide látogatókat, akik hát nem kerékpároznak, csak drukkolnak? Hát akik általában jönnek be a városközpontban, nagyon sok egyéb programot is látnak a versenyen kívül, minden a kerékpározásról fog szólni. Ezen a napon nagyon sok gyerekprogram lesz, nagyon sok jármű lesz, ami környezetbarát technológiát fog bemutatni, bűnmegrezési tanácsadás lesz, és ilyen egyéb programok, amik nagyon-nagyon színesek lesznek. Önök szerint a mobilitási hét, illetve az autómentes hét mennyire éri el célját? Tehát lehet érezni, hogy egyre többen kerékpároznak? Vagy legalábbis a jó idő, vagy hogyha az idő engedi, akkor inkább kerékpárral fognak közlekedni a kecskemétiek, illetve a környékbeliek? Hát, bocsánat? Azt gondolom, hogy mindenképpen ráirányítja a figyelmet a kerékpáros közlekedésre. Egy nagyon jó, pozitív reklám. Úgy gondolom, hogy ennek feltétlenül haszna van, van hozadéka, tehát egyre többen kerékpároznak, és ha ezzel párhuzamosan az infrastruktúrát is meg tudjuk teremteni, akkor úgy gondolom, hogy a belátható jövő belül a kerékpáros közlekedés az részben tudja tehermentesíteni az úthálózatot, és nem feltétlenül az a megoldás, hogy minél szélesebb utakat építsünk, minél több autónak, mert azért a város kapacitása e tekintetben is véges. A kerékpáros közlekedés és a közösségi közlekedés fejlesztése, én úgy gondolom, hogy ez a jövő. A közlekedési morára egy picit kitérnénk, akkor hogyan tudnánk ezt hát jobbítani? Hogy egymást jobban tiszteljük, figyelembe vegyük egymás érdekeit is, kressz szabályokat. Mikor érdemes egyáltalán megismertetni a gyerekekkel ezeket a szabályokat, önök szerint? Mert a felnőttek hát azzal legnehezebb. A felnőttek, én elhiszem. Igen, kimondta szerintem a varázsszót, hogy a gyerekek, akikkel ezt el kell kezdeni, és nagyon ebben az irányba tart most már a világ, és nagyon remélem, hogy biztos vagy benne a Kecskemét is, és a gyerekek által nyilván érzékenyíteni lehet a szülőket is. Hibák mind a bármelyik oldalon vannak, akár kerékpáros, akár gyalogos, akár autóban ülőkről beszélünk. A tolerancia, én azt gondolom, hogy nyilván egy kulcs szó lehet, de a gyerekeken keresztül, vagy gyerekek által nagyon sok mindent el lehet érni, és ezen dolgozunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, jó időt kívánok. Szerintem mi azt már előre meg is rendeltük, mert úgy tűnik a meteorológiai előrejelzésben, hogy minden rendben lesz, és fényes napnak és hétvégének nézünk elébe. Köszönöm még egyszer a beszélgetést önöknek. Köszönöm szépen. A filmkészítés rejtelmeiben nyert betekintést a Mercedes-Benz iskola 20 tanulója. Az intézmény egy 3 kisfilmből álló projektet talált ki a fiataloknak, amelyeknek eredményét pénteken délelőtt tekinthették meg a résztvevők. Éppen az elkészült kisfilmjüket nézik a gyerekek a kecskeméti Mercedes-Benz iskolában. A fiatalok egy hónappal ezelőtt kapták meg azt a feladatot, hogy számukra tetszőleges 3 különböző témában készítsenek egy párperces filmet. Leon Weidelnek, az egyik fiatal résztvevőnek nagyon tetszett az ötlet, ezért csatlakozott a készítéshez. Eleve az, hogy filmet forgathattunk, már az egy nagy élmény volt. Sok emberrel találkozhattunk, tanulhattunk közben az információk által. A kisfilmek érdekessége, hogy nem a projektvezetők választották ki a témákat, hanem maguk a gyerekek találták ki, miről is szeretnének forgatni. Nach diesem schrecklichen Erlebnis möchte Paul mehr für die Umwelt tun. Ernsthaft. A klímaváltozás volt az egyik film, a másik az egy gyerekotthonról készült, a harmadik filmhez pedig itt a homokbánya környékéről forgattunk. A fiatal filmkészítő elmondta, az első nap az előkészületekről szólt. Megírták a szöveget, kitalálták a történetét. Ezt követően kezdődtek el az igazán kemény munkák, ugyanis akkor vették fel a jeleneteket. Az utolsó napon pedig összevágták a saját művüket.
Die gesammelten Plastikflaschen entsorgt Paul umweltgerecht. Stábunknak Zita Drossz, a projektvezetője mondta el, hogyan jött az ötlet, hogy a gyerekek filmet gyártsanak. Fél évvel ezelőtt egy kedves ismerősöm meglátogatott itt a Mercedes-Benz iskolában. Onnan jött ez az ötlet, mert éppen egy ilyen bevezető órát tartott az újságírásról és a filmforgatásról. Akkor jött az ötlet, hogy a gyerekekkel egy háromnapos projektnapot tervezzünk. A célja az volt, hogy a gyerekek az újságírás és a média világába betekintést nyerjenek. A projektben az iskola 7., 8., 9. és 10. osztályos diákjai vehettek részt. Összesen 20 lelkes jelentkező merült bele a filmkészítés rejtelmeibe. Egy hónappal ezelőtt közöltük a tanulókkal, hogy megszervezzük ezt a háromnapos médiaprogramot. Több témát is feldobtak a gyerekek, de igazság szerint azért választották ezt a három témát, mert ehhez itt a környéken könnyebben lehetett forgatni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a klímaváltozás, a gyermekotthon és a régi orosz laktanyákról készüljenek a filmek, és ezt a három témát dolgozzák fel a projekt keretében. A projektvezető elmondta, a legnehezebb feladatnak az írott szöveg és a leforgatott film összhangba hozása bizonyult a fiataloknak. Igazság szerint a filmvágásnál segítettünk inkább a gyerekeknek. Meg persze a szövegírásba is kicsit belefolytak a szakemberek, de így is mindenben részt vettek a gyerekek. A résztvevők és a segítők elmondták, bíznak abban, hogy a jövőben szintén lesz majd még ilyen felejthetetlen lehetőségük. Rendhagyó népzenei órákkal folytatódott a 29. Kecskeméti Népzenei Találkozó programsorozata pénteken délelőtt. Kecskemét általános és középiskoláiba, óvodáiba a találkozón résztvevő hagyományőrző énekesek, zenészek vitték el hangszereiket és muzsikájukat. Először a legfiatalabb magyar hangszert, a majd 125 éves tárogatót, utána pedig a legősibb hangszerünket, a honfoglalási időkből is ismert flótát mutatta be a Lánchíd utcai általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak dr. Agócs Gergely néprajzkutató. Az interaktív néprajzi és népzenei bemutatón 4 magyar pásztor hangszert ismerhettek meg a gyerekek. A legnagyobb sikere a Kecske Dudának volt. Egyáltalán a zenéhez való viszonyunk hihetetlen nagyot változott az elmúlt 50 esztendőben. Kodá idejében még az volt a probléma, hogy a magyarok a népdal helyett különféle egyéb zenei irányzatok, a műzenének különféle egyéb nem mindig kifejezetten magas esztétikai színvonalú darabjait kezdik énekelni. Ma már nem az a probléma, hogy a magyarok nem énekelnek magyar népdalt, ma már az a gond, hogy a magyarok nem énekelnek. Tehát megszűnik ez a társadalmi tevékenységforma, az éneklés. Hiszen bárki benyúl a zsebébe, ott van egy kicsi szerkezet, ugye, megnyomunk egy gombot, és szól a zene, hát minek énekeljek? Dr. Agócs Gergely elmondta, hogy a zenei kultúránkat, zenei anyanyelvünket a folyamatos éneklés és hangszerjáték övezte. A mai gyerekek pedig csak szakiskolai vagy szakköri szinten találkoznak zenéléssel, de az nem egyenlő az igazi aktív tevékenységgel. A zene egyfajta emelt szintű közlés átvitelből levedlik egy sokszor nem kívánt tartalommal, olyan tolakodó zajártalommal, amire nincs is ilyen mértékben szükségünk. És ugyanakkor a zenélés, az éneklés öröme, annak lélekformáló hatása teljes mértékben degradálódik, hiszen ezáltal, hogy a technika minden egyes pillanatában az életnek oda tol nekünk valamiféle zenei teljesítményeket, megfoszt minket a csend ihletett pillanataitól, ahol a léleknek egyszer csak igénye van az önkifejezésre. Az együttes többi tagja az alföldi parasztság zenéit játssza, hiszen mindannyian a Hortobágy vagy Debrecen környékén élnek és zenélnek.
A 60-as évek végén, a 70-es évek elején megjelenő zenei reprodukáló eszközök szépen lassan kiszorították a népzenét, az éneklést. Ezért szükséges ezeknek a gyerekeknek zenéről, és éneklésről, és hangszerekről mesélni, bemutatni nekik azt, hogy ez egy létező, érvényes magatartásforma, hogy hát, ha rákapnak, hát, ha megragadja a kicsi figyelmüket, hát, ha megfogana kicsi lelkükben az igény arra, hogy ő is megpróbálja az éneklést, nem csak tananyagként, hanem azért, mert talán az ő lelkébe is megfogalmazódnak olyan emelt szintű tartalmak, értékek, amelyek kifejezéséhez majd hasznos lehet neki egyszer az életében az ének vagy a hangszerezzenek. Ezért gondolják nagyon fontosnak, hogy életben tartsák a Kecskeméti Népzenei Találkozó programjában a rendhagyó zeneórákat. A hagyományőrző muzsikusok, énekesek bemutatkozásával a gyerekek jobban megismerhetik azt a kultúrát, amit a nagyszüleik, dédszüleik műveltek. Én nagyon remélem, hogy ezek a gyerekek, ha felnőnek, akkor a saját családjaikban, mert az ő családjaikban már szerintem a veszett fejszének is csak a nyele ez az elképzelés. De majd amikor ők felnőnek, nagyon remélem, hogy énekelni fognak a saját gyerekeiknek, és ismét lesz a magyarságnak zenei anyanyelve. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A megyeházán járt Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, hogy találkozzon a párt által támogatott Bács-Kiskun megyei polgármesteri jelöltekkel. A megbeszélés résztvevői a kampány aktuális kérdéseit és az azt követő időszak teendőit beszélték át. Letették az új Hunyadi Városi Közösségi Ház alapkövét ma délután. A rendezvény előtt Pászti András, a terület önkormányzati képviselője adott interjút a Kecskeméti Televízión. Vadonatúj hinták várják a legkisebbeket a Széchenyi sétányon lévő játszótéren. A ma délelőtt átadott játszóeszközt a Termosztár Kft. Adományaként telepítették a térre. Lángokban állt egy társasházi lakás ma délelőtt a Vízmű utcában. Az első emeleti ingatlanban feltehetően lakásfelújítás közben ütött ki a tűz. Teljes útzár lesz Kecskemét belvárosában több helyszínen is vasárnap. Az útlezárásokra azért van szükség, mert szeptember 22-én rendezik meg az Európai Autómentes Napot, amelyhez számos kerékpáros verseny és esemény kapcsolódik. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, jövő héten is tartsanak velünk, viszontlátásra!